Szia, Szentesi Eszter vagyok, és a bármi tartó videóját látod, mai részben tavaszi dekorációt, mégpedig répát fogunk horgolni. Levettem a szalagot a répákról, hogy egy kicsit meg tudjam őket jobban mutatni. Én többfajta színben készítettem el, Teljesen el tudom képzelni az ilyen valódi, igazi répaszínekben is, de akár teljesen ilyen mesesre elvonatkoztatott ö, árnyalatokban is. Egyébként ö, mondtam az elején, tehát tavaszi dekorációnak tudod használni, hogyha kisebbre horgolod, akkor akár kopogtatóra rá lehet tenni, illetve nem utolsó sorban akár babakonyhába a gyerekeknek ö, játszani is jó pofa lehet. Én már ide mindent, amire szükségünk lesz. A mai fonalunk az főleg a rubi lapos poliészter Fonal, egy gombolyakból számításaim szerint olyan 6-7 répát meg lehet horgolni. Valamennyi pólófonalra szükségünk lesz majd a szárához, ez egy pár méter. Raktam még ide egy ilyen nagyobb lukú összevarró tűt, illetve egy 5 és feles tűt. Ha esetleg ez nincsen, akkor egy ötös is megfelelő lesz hozzá. A répák nincsenek kitömve, a fonal megtartja annyira, amennyire szükségünk van rá. Egy kicsit félreteszem most az elkészült répákat, meg a pólófonalat, és akkor kezdjük a lapos poliészter fonalunkkal, amelynél először is készítünk egy ilyen hurkot, és ebbe a hurokba fogok horgolni hat szemet. Tehát berakom a tűt a hurokba, áthúzom, és elkészítem az első szemet, és így tovább még ötöt. hogyha ezzel meg vagyok, akkor itt a kis szállammal összehúzom, és amit kell tudni itt a répa horgolástól, az két dolog, az egyik az az, hogy végig a hátsó szába fogunk dolgozni, illetve nem csinálunk sorzárást, tehát spirálisan fogunk fölfele haladni, és mindig egy picit szaporítunk rajta, és így fogja kiadni ezt a répa formát. Tehát ide a két szál közé, vagyis a hátsó szálba fogunk dolgozni, és ebben a körben hét szemet fogunk horgolni, mégpedig úgy, hogy az utolsó szemet fogjuk szaporítani. Tehát először készítünk 6 szemet egy-egy szembe, És amikor ide érünk az utolsó szemhez, tehát a hatodik szemhez, ide nem egyet horgolunk, hanem kettőt. ebben a körben hét szemet horgoltunk. Ezt a szálat igazából elvágni nem szükséges, ez a répa belsejében fog futni, nem fog belőle látszani semmi. Hogyha készen vagyunk ezzel a hét szemmel, akkor most azonos szem számmal fogunk haladni egy kört, tehát minden szembe egyet horgolunk, összesen hetet. Így néz ki a répánknak az alja, és ha készen vagyunk ezzel a 7 szemmel, akkor a következő sorban ezt egyel növeljük, tehát 8 szemet fogunk horgolni, megint úgy, hogy az utolsóba szaporítunk egyet, tehát először horgolok 7 szemet, és ahova a hetedik szemet horgolom, oda szaporítok, tehát még egy szem jön ide, és így lesz nyolc szemünk. Hogyha ezzel meg vagyok, akkor most maradunk ennél a nyolc szemnél, tehát nem szaporítok sehova, hanem egy-egy szemet horgolok mindenhova, tehát összesen nyolc szemet csinálok. készen vagyok a nyolc szemmel, és ugyanezt a logikát fogom követni, tehát a szaporított sorok és az azonos szemmel horgolt sorok fogják váltakozni, tehát ezek fognak váltakozni. Tehát a következő sorban már kilenc szemem lesz, úgyhogy nyolcat horgolok, és a nyolcadikba egyet szaporítok. Az az következő sorban pedig maradok ugyanannál a szemszámnál, tehát megint kilencet készítek. Utána a következő sorban már tíz szemnek kell lennem, tehát kilencet horgolok, az utolsóba szaporítok, majd az azt következő sorban megtartom ezt a szem, szemszámot, és tíz szemet horgolok, és ugyanezen logika mentén egészen eljutok odáig, hogy 12 szemre felszaporítom így a répámat, illetve az utolsó sorban, pedig megtartom ezt a 12 szemet. Úgyhogy ezt most így nem mutatom meg soronként, mert szerintem lehet érteni. Nyilván, hogyha te nagyobb répát szeretnél horgolni, akkor ugyanezt a logikát megtartod, és akár 14, 16, 18 szemig is szaporíthatod, de mi most 12-nél meg fogunk állni, úgyhogy én most ezt itt uh, meghorgolom, és akkor utána mutatom, hogy hogyan fogjuk uh, kicsit itt beszűkíteni, illetve hogyan fogjuk elkészíteni a répának majd a leveleit, a szárát. Eljutottam ide, tehát 12 szemig felszaporítottam, az utolsó sor ugye az az volt, ahol azonos szemszámmal minden szembe, szembe egyet, vagyis 12-t horgoltam, és most jön az a részünk, amikor a répát, répának itt a tetejét egy kicsit szeretnénk beszűkíteni, és ezt úgy fogjuk megoldani, hogy egy elfogyasztjuk, de nem a klasszikus fogyasztással, hanem egyszerűen minden második szembe horgolunk csak, tehát a páratlan szemeket kihagyjuk. Tehát ide nem horkolok, hanem ide fogok, és ebben a körben 6 szemet fogok horgolni. Egy, egy szemet kihagyok. Kettő, egy szemet megint kihagyok. Három, kimarad egy szem. 4 itt is kimarad egy szem 5 és ezt a szemet is kihagyom és itt lesz a hatodik utolsó szemünk így né ezzel egy kicsit itt beszűkítettük a répánknak a tetejét még az összevarráshoz fogok rajta hagyni egy olyan hát egy olyan fél métert körülbelül, itt elvágom a fonalamat. Itt a fonalnak a végét azt elégetem, mert akkor nem bomlik le. És itt a szálat pedig kihúzom. Így, né? és most egy kicsit foglalkozzunk a répának a zöldjével. Én egy ilyen zsenge almazöldet készítettem ide, és ebből fogunk most olyan körülbelül 20-22 centis darabokat vágni, mégpedig 5 -öt. de lehet az akár 6 is, hogyha sűrűbbre szeretnéd. Itt az ötödik szálam is. És még vágok egy hatodikat is, amivel összekötöm, ezt egy nagyon picivel hosszabbra hagyom egy pár centivel. Aztán majd később így lehet rajta igazítani, hogyha nem egyforma hosszúságúak. A leghosszabb szálammal fogom összekötni középen, ezeket ide igazítom. Összehajtom, hogy lássam, hogy hol van a közepe, és ezzel a másik szállal pedig kötök rá egy csomót. Hogyha ezzel meg vagyok, akkor így újra a kezembe veszem ezt a répát. Itt ezt a felső lukat elképzelt, hogy egy kicsit kézzel kell tágítani, hogy beleférjen. Itt az összecsomózott részét azt bele Tömködöm a répámba, és hogyha ezzel meg vagyok, akkor pedig befűzöm a tűbe a fonalamat, és szépen ilyen oda-vissza öltögetéssel, itt szorosra húzom. míg a végén jó erősen meghúzom, ezzel itt benne marad nekünk a répának a zöldje, és most ugyancsak elvágom picire, most egy kicsit megint így megpörkölöm a fonal végét, és a horgoló tűmmel pedig egyszerűen eltüntetem ezt a kis fonal véget, tehát ide valamelyik szem közé, ahol így csinálok neki, vagy találok neki helyet, oda betömködöm ezt a fonal véget. Így Ha meg vagyok vele, akkor pedig egy picit igazítok a répának az alakján, és már is készen vagyok vele ezek a répák így hármasával, négyesével, ötösével, egy ilyen kis helyes szalaggal összekötve, szerintem nagyon klassz hangulatos tavaszi dekorációt adnak. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és elkészíted. Hogyha így döntesz, akkor a fonalakat megtalálod a bármitartó.hu webáruházban. Hogyha pedig kérdésed lenne, vagy szeretnéd megmutatni az elkészült dekorációdat, akkor a Facebookon a Póló velünk csoportban szeretettel várlak, és ne felejts el feliratkozni a Bármi Tartó YouTube csatornájára is. Legyen szép napod, szia!